Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Sportváros vagyunk, semmi kétség. Nyilvánvaló, hogy vannak sportágok, amelyeket folyamatos és fokozott érdeklődés kísér, viszont vannak olyan sportolóink, olyan legendák, akikkel ritkán találkozunk a hírekben, és azt hiszem, hogy meg kell, hogy ismerjük őket is. Ezért aztán itt van velem Hegedűs Ferenc, kungfu nagymester, tisztelettel köszöntelek. És már is egy kérdés, csak hogy egy kicsit elmélyüljünk, hogy az ember fia, mármint a köznapi ember nagyon ritkán tud különbséget tenni, hogy mi a különbség a küzdősport, a harcművészet és az önvédelmi sport között. Tehát ezt azért tisztázzuk itt az elején, mert ez egy fontos kérdés. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, és mindenkit üdvözlöm, az összes fehérvári, illetve a nem fehérvári nézőket is ugyanúgy. Hát az önvédelem és a sport, küzdősport, illetve a harcművészet. Nagyon-nagyon szeretik az emberek, nem csak az emberek, hanem nagyon sok ember szereti, tisztelet a kivétel, ezt összekeverni. Hát a karate, akkor te karatézol, mert ugye kungfuzol. A kungfu, akkor te aikidozol, aikidozol. Nem, ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy nagyon sok stílus létezik a világon. Ezek közül találhatunk nemzetileg stílusokat, így például a tájföld, ugyanúgy a magyar harcművészetek, akkor a japán harcművészetek, a karate, illetve a kínai harcművészetek, a kungfu, és ezek közé tartozik, hogy különbséget kell tenni önvédelem, küzdősportvilág és harcművészet között. Az önvédelem arról szól, hogy amikor megtámad egy ember egy másik embert, akkor ő fel van villanyozódva egy kicsit, igazából stresszben van. És nem tud kontrollálni. És azért próbál támadni, hogy érvényesíteni tudja azt, amit nem tud érvényesíteni beszédben, intelligenciában. Ezért a másik ember, aki védelmet tanul, annak intelligensnek kell lenni, és az a fontos, hogy kontrollálni, illetve lekorlátozni tudja a mozgását a támadónak. Ezt jelenti az önvédelem, hogy nem bántjuk a másikat, sőt magunkkal sem akarunk, hogy ne legyen bajunk, ezért önvédelmet gyakorolunk. Ez a legnehezebb foka az önvédelemnek. Ezt emeltem ki. A másik a küzdősportvilága. A küzdősportvilágában kisgyerek kora óta szemlélik a mesterek, akik ugye nagymesterektől tanultak, illetve még nagyobb mesterek vannak, és így szalagban folyamatosan attól lesz egy iskola, ezt még hozzámondom, hogy amikor egy technikát megcsinálok, és én azt tudom überelni egy másik technikával, és azt megint tudom überelni egy másik technikával, innentől kezdődik el az, hogy iskola szerint lehet tanítani, oktatni. A gyerekeknek nagyon fontos a küzdősport. Ez az európai oldal, az európai világ. A kinti világ teljesen más. Nagyon mély. És a küzdősportokban arra késztetjük a gyerekeket, hogy fejlődjenek, mint mozgásban, mint technikailag, és mint önmaguk megvédésére is. De mellette ugyanúgy egy pluszot, többet kapnak az önvédelem mellé, az önvédelem mellé megkapják, hogy egymással tudjanak küzdeni sportszerűen, akár világbajnokság, akár olimpia, és ezáltal lesz nagy ez a dolog, hogy sportszerűen. A sportszerűség ott kezdődik, hogy amikor Jigoro Kano 1800-as években bemutatta a judót, akkor a judóban nem volt judo régen, jiu-jitsu volt. A jiu-jitsu az azt jelenti, hogy harcművészet. Ahhoz tartoznak az iskolák. Tehát mindenki azt hiszi, hogy a jiu-jitsuzol, akkor az jiu-jitsu, Nem. A jiu-jitsu csak japán harcművészetet jelent. Világos. És ezáltal jön létre az, hogy a judót, amikor megmutatta, tovább vitte a technikát, és ezáltal nem lett baj az ellenfelének, akit megtámadta a judóban. Egy dobás például, egy váldobás, vagy egy csípődobás, attól függ. De viszont akkor, amikor még a jiu-jitsu volt, akkor kiálltak a dobás alól.
Tehát megdobta az ellenfelet, fönt a levegőben ment volt, a feje lent volt, és abban a pillanatban kiállt alóla, és a fejjel érkezett a földre. Na most az veszélyes. Nyilvánvaló, hogy és nagyon fontos az indítatás, hiszen a barátság, a tisztelet és a szeretet jegyében zajlik minden olyan sporttevékenység, amelyet képviselsz, és ez alapvetés. Az indítatás a gyermek számára, mármint számodra nem különben fontos. Ugye azt kevesen tudják, és érdekesen, ahogy olvastam én is, hogy te sakkoztál, méghozzá jól sakkoztál. Igen. És aztán jött a váltás, ami egy különleges helyzet hozott. Igen, hát ez a 12 éves koromban, amikor ugye sétáltunk a húgommal, és három fiatal ember ugye odajött, és szóváltás következett, akkor már láttam, hogy ők megtámadtak minket, és akkor hátam mögé tessékeltem a húgomat, és én nagyon fel voltam, ideges voltam, feszült voltam, hogy mi lesz ebből, és a vége az volt ugye, hogy elsírtam magam, és ők nevetve elmentek. Na most ekkor megfogadtam, hogy én nem tudtam volna megvédeni a húgomat, és ezért itt kezdődött az egész. Innen kezdődött az egész. Hogy kezdted? Hogy kezdődött? Hiszen nyilvánvaló, hogy ez egy olyan sportág, ami akkoriban még Magyarországon gyermekcipőben járt. Hogy jutottál el addig, hogy tudatosan készültél, hogy ezt végigviszed? Kik voltak azok a mesterek, kik voltak azok, akik az indítatáshoz megadták azt a muníciót, ami elkísér a máig? Hát amikor ez elkezdődött, akkor ugye elég furának tűnik, hogy ugye egy kicsi kínai ember tanított engem. Nagyon fantasztikus volt, én 6 hónapig tanultam nála, mert itt voltak ők igazából az Ikaruszba, és 6 hónapig tanultam nála a Cuiment, ez a természet stílusa, de azon felül előtte meg belekóstoltam én még a karatéba is. Ugye azért vannak itt nagymesterek, elég nagymesterek, például Kovács Ferenc a karatéban, aki akkor még világos kékköves volt. Ez nagyon-nagyon régen volt. És egy legenda. Ez egyik nagy legenda még hozzá a karatéban. És a többi, a Shotokan mesterek és sorba a Thai box, ezek mind sorba jöttek folyamatosan, és mindenkitől tudtam átvenni dolgokat. Tehát építkeztél? Tehát építkeztem, így van. Tudtam a karatéból kivenni, tudtam kivenni akár a Jokushinkai, a Shotokan karatéból, ugyanúgy a Thai boxból is tudtam, ugye, mert olyan emberrel neves Thai boxossal tudtam gyakorolni. És onnan is kivettem, és ahogy éreztem ezeket, a mély alapot Cuiment volt, a természet stílusa. Ez egy kardvívó metodika. Én negyedikes koromban általános iskolában kardvívást csináltam. Tehát én nekem az nagyon jól jött, mert a természet stílusa ugyanez. Ennek a története az, hogy Csumbu, egy ilyen komoly nagymesterről beszélek, aki a Cuimennek a megalapítója volt, igazából ő volt, aki továbbítja és hirdette. Ő 66 éves korában legyőzte a tanítványát országos kínai bajnokságon. És ezáltal ő egy legenda lett. Tu Cibu. Na most az építkezés, az alap, az a Cuiment volt. Tehát ez arról szól, hogy vannak az ágak, ugye a gajak, ezek az ujjaink. Van a karunk, ez az ágak. Van a törzs, ami a fának a törzse, a testünk, és van az egyensúly, ami a gyökere. Így épül fel a Cuiment. És erre kellett mély technikai gyakorlatokat végezni. Na most erre felépíteni a technikákat, kivenni a jó technikákat, áttanulmányozni a jó technikákat, évek kellettek. Rengeteg évet kellett, évekig kellett nekem gyakorolni egy apró pici mozdulatot, hogy abból minden egyes mozdulatból legyen valami, tudjak irányítani, mint védekezni, mint támadni. Ehhez viszont kell a fej, az a tudatos, intelligencia, igen, gondolkodó ember, akiben ott van a barátság, a tisztelet és a szeretet, ahogy kezdtük. Így van. Mennyire voltál te tudatos? Az első pillanattól kezdve gondoltad, tudtad, elhatároztad, hogy ezt végigviszed, ameddig lehet? Igen. Mindig kaptam
jót is, rosszat. A jó az mindig az volt, hogy jó, oké, de hát nincs kümite. Én azt gondolom, hogy kümitézni nem akkor kell, amikor tehát avval bizonyítom én, hogy én jobb vagyok, mint bárki. Mert én úgy szoktam mondani, hogy egyik pillanatban én vagyok a jó, a másik pillanatban az ellenfelem lehet jó. Tehát ez a sorstól függ. Tehát nem én döntöm el, hanem maga az a pillanat. Hiába vagyok én nagyon jó, ha éppen nem jó a gondolkodásom. Tehát ezért úgy gondolom, hogy a gyerekeknél azért építettem fel így a rendszeremet, hogy a töréstechnikára mentem át, és nem a kümitére, mert a kümite az egy csodálatos dolog, de bármilyen pillanatban gondot okozhat. Egészségügyileg. Értem. Tehát a gyerekeknek nem az a fontos, hogy ők minél jobban erősebbek legyenek, hanem az a fontos, hogy meg tudják védeni magukat egy átlagemberrel szemben, aki támad. És annak se legyen baja, meg nekem se legyen bajom. Értem. Engedd meg, hogy én idézzelek egy gyönyörű mondat. Én azt gondolom, hogy akár példa is lehet, hogy miként lehet ezt megtanulni. Ugye te azt mondod, hogy alapállásban gyökérként ereztem a lábaimat a természet mélyére, és az izmaim feszítéseivel gyűjtöm az energiát, majd a haslazítás után kiengedem a lelkemet, és a kungfu nagymesterek energiáját hívom segítségül. Szóval. Ez egy gyönyörűséges mondat. Igen. Ebben benne van minden jószerivel, amit tudnunk kell erről a sportágról. Viszont ezt rendkívül nehéz megtanulni, megtartani, továbbvinni, és a végén pedig természetesen, ahogy te is teszed, megtanítani. Mi mindent kell ehhez tenni a hétköznapokon? Hiszen nyilvánvaló, hogy ahogy elindultál ezen az úton, azt szeretnéd végigvinni. Igen, hát a mindennapi teendő az arról szól, hogy ugye én is ugyanúgy családos ember vagyok, és ugye nekem ugyanúgy kellett dolgoznom, tehát a munka mellett tudtam ezt csinálni. És a munka és a család. Nekem nagyon nagyszerű volt, mert nekem csodálatos feleségem, ugye ő nagyon sok mindent levett a vállamról a család szempontjából. És én büszke vagyok mind a két fiamra, két fiam van, az egyik is Péter és Zsolt. És a napi szinten meg kellett csinálnom ugye a munkát, ami 10 órát vagy 8 órát vesz igénybe, utána a tanítás, magamat tanítani a végén, és utána pedig a relaxáció, illetve az okosítás. Tehát nem elég az, hogy én technikailag felkészülök, nem elég, hogy fizikálisan felkészülünk, ez amiről beszéltünk, hanem fontos az intelligencia. Tehát a gyerekeknek tudnia kell, hogy 42 ezer fajta gyümölcs van a világon. 60 ezer fa fajta. Erre mondja valaki nekem azt, hogy hát de mi közel a gyerekeknek ehhez? Nagyon sok. Tehát mennyire észrevegyék, hogy a világ milyen nagy. Világos, hát a töréstechnika önmagában nem elég, ebben megegyezhetünk. Beszéljünk a danyaidról. Ugye ez egy csecse folyamat része. Melyik volt számodra a kulcspillanat, amikor az elsőt megkaptad? Amikor kimondhattad magadról, hogy elindultam egy úton, és ez az alap, és most már innét csak felfelé vezet az út. Hát a legelső dolog talán az, amikor elértem azt a szintet, amit Oyama, Masutatsu. Oyama, ő a Shinkoku Shinkai megalapítója. Én minden álmom az volt, hogy 50 cserepet eltörjek alkarral, mint ő. Én ezt megtettem. 49 cserepet eltörtem félig, az 50. cserép a 3/4-be tört. Tehát mindig így mondom. Tehát nem szeretem nagyképűen, hanem az ego szinten maradjunk benn. Tehát mindig szerénynek kell lenni, nem szabad. És akkor akkor én úgy éreztem, hogy ez egy fantasztikus élmény volt számomra. És az, hogy a mesteri szint az, hogy a legjobb technikai szintű lettem, mondhatni kuriózum lett az akkor ez a dolog, ez egy fantasztikus élmény volt a technikákkal, ugyanúgy a kung fu technikákkal. És amikor az első szintet megkapja az ember, akkor fél. És azért fél, mert úgy érzi, hogy első szint az megvan a fekete öv, ez mi van, hogyha valaki megver? Mm-hmm. Tehát akkor még gyerek voltam. Agyban.
De amikor rájön az ember arra, hogy elkezdi okosítani, felkészíteni magát a 9, az 5. szinttől fölfele, az 5. szinttől fölfele a 6. szint az anatómiával foglalkozni folyamatosan, és azt ki teljesen tudni kell, nem úgy, mint egy orvos, de majdnem olyan szinten tudni kell, hogy ugye az izomzat, csontozat, felépítés, minden, és hogy melyik idegek, 1395 életpont, 307 idegpont, ezeket mind-mind úgy, és ugyanúgy a tudományok, professzor, tudományok cím, amikor ugye a tudomány, ami minden, ami körülvesz minket, ennek is a fogalmát és az összefoglalását, tehát intelligensen kellett tudni. És a törés technika, amiről akartam beszélni, nagyon fontos volt számomra, amit olyan mamászok, tehát a Kyokushinkai megalatt nagyon nagyszerű ember volt, és nagyon imádtam, és azóta is tiszteletem iránta, és mindig köszönök neki, mindig köszönünk az edzésen, hogy a törés technika nélkül olyan a harc, a küzdősport világa, mint fa gyümölcs nélkül. És ez teljes mértékben igaza van. Igen. Mert ha valaki nem tudja, mire képes, akkor ha megtámadják, lehet, hogy olyat tesz, ami nem biztos, hogy jó lesz utána. Tehát az életén végigkíséri. Tehát a jó irányba. Ilyen értelemben a szintlépés, már pedig te folyamatosan szintet léptél, az tudatos volt egyik oldalról, másik Igen. oldalról meghozza. Tehát nem csak egy eufóriát, örömet okoz, hanem a lelki békét is. Így van. Pont az a lényege, hogy amikor egy mester tudok, kettő mestert, három, és amikor már a harmadik ezredik mestert, a 3000 mestert tud valaki, tehát akár most vegyük Yang Chengfut, vagy Hongyát. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Bruce Lee, akkor mindenki Bruce Lee egy nagy plakát, és innentől kezdve a kung fu császára. Ez így van. Ez igaz. A filmekben. De az igazi harcművészetek, azok kint Kínából Hongya, Huo Hongya, úgy hívják a legnagyobb mestereket, mint Yang Chengfu, aki a Zhang Zhangfeng, a Tai Chi Chuannak a mély alapító rendszerét vitte végbe. A Tai Chi Chuan mély alapító rendszerét, aki a Shaolint segítette tovább. A Shaolin ugye az öt legnagyobb, Kína legnagyobb harcművészetében benne van, a Shaolin Kung Fu. És ezeket mind tudni kell. És azért kell tudni mindegyik válfaj mesterét. És azért kell tanulmányozni, hogy amikor egy olyannal találkozom, nehogy megbántsam, tehát nehogy olyat tegyek vele, amitől ő nem tud továbbfejlődni. Tehát nem az a fontos számunkra, hogy amikor mi kümitézünk, tehát küzdünk, ugye harcolunk, hogy egymást úgy megverni, hogy én vagyok a jobb, nem így működik. Tehát nem felülkerekedni a másikat, oktatni a másikat, tanítani a másikat, tanulnunk a másiktól. Nem szégyen tanulni, mindig fontos tanulni. Én mindig tanulok mindenkitől. Tehát a legutolsó embertől is tudok tanulni, és pont ez a legszebb. Hogy amikor a munkahelyen vagyok, és a munkahelyen ugye mindig azt mondják, hogy te mit keresel itt ilyen szinten? Akkor mindig azt mondom, hogy gyerekek, tisztelni kell benneteket, meg minket tisztelnek így az emberek, hogy dolgozunk. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy ezt meg is mutasd. Tehát a tanítás önmagában az nyilvánvaló, hogy ez egy zárt körű csoport. Akik aztán tovább viszik a tanítást, az teljesen egyértelmű. Viszont amikor a harcművészetről beszélünk, a kung fu-ról beszélünk, akkor azért fontos, hogy a kívülálló is megszemlélhesse, hogy ez a fajta életstílus, ez a fajta munkafolyamat, az a fajta belső béke milyen eredményt hoz. Ugye ezt nagyon számtalanszor láttuk, hogy a töréstechnika az vonza az emberfiát, és ugye, ha csak visszatekintünk, mondjuk 2014-ben a Plázában voltál, és egy töréstechnikai világrekordot értél el. Erre miként készül az emberfia, és mi történik utána? Megelégedettséggel tölt el, hogy bízol magadban, az nyilvánvaló. A siker önmagában? Itt nem a siker a lényeg, hanem hogy magyar vagyok. Uh-huh. Tehát ez 2014-ben volt. Igen, tehát itt nem a siker a lényeg. És akkor jött a következő baseball ütők. Magyar vagyok, igen.
magyar vagyok. Tehát ez nagyon-nagyon fantasztikus kimondani. Erről egyébként megvannak a képeink is, ugye? Igen, egy akkora érzés az, amikor borsózok. Tehát folyamatosan borsózok, hogy eszembe jut a felkészülésem a 6. bélszobaütőre, ugye, mert úgy volt, hogy a 4-et eltörtem, és akkor ugye azt mondták, hogy hát jó, de hát 3 ember van, aki még eltörted, mint te. És akkor te nem vagy az első. És akkor én, hát akkor jó, akkor legyek első, akkor csináljuk meg 6-tal, mert ha 5-öt csinálunk, akkor az a probléma áll fönn, hogy még akkor jönnek utána, mert akik 4-en vannak, 4-4-jel. És akkor ha 6-ot török, akkor viszont nehéz nekik, mert azt mondják, 5, ja meg még ott a 6-dik, fú, ez nagyon sok. És én ugye belementem. És ez egy nagyon durva dolog volt, hogy úgy felkészülni, hogy kimenni a Királyok parkjába. És én olyat láttam, amit nagyon kevesen láthatnak az életben szerintem. Ezt azért merem elmondani, és szeretném elmondani, mert ez nagyon fontos számomra, hogy készültem fel, és olyan állapotba kerültem, hogy a lélek, amikor nagyon öreg, amikor rájön az ember, az egyik nagyon jó tanácsadom, a legöregebb tanácsadom azt mondta, hogy nagyon öreg a lelked, Ferenc. És attól, hogy te láttad lezúduló lovakat csatában. Igaz, habzott a szája, megállt előttem, és akkor eltűnt minden. De amikor én ezt mondom, akkor ugye ez így történt. Tehát nekem nincs miért mondani olyat, ami ne lenne úgy. Tehát, értem. És pont ez volt a lényege, hogy fantasztikus élmény volt, hogy akkora energiát kaptam ebből a csatából. Csak lezúdultak, még nem volt összetűzve, csak lezúdultak, ahol jöttek lefele a Géza fejedelem felől. És ugye én olyan állapotban voltam, hogy én meditáltam, és közben megcsináltam a rugásokat, gyakoroltam, hogy ez egy nagyon komoly élmény volt. Mint ahogy nagyon komoly élmény lehetett London, az első. 10 esztendeje voltál a Hall of Fame-ben. Én azt hiszem, hogy minden olyan valaki álmodik erről, aki valami különlegeset, bár számodra ez már nem különleges, hanem az maga az ember. Mindig az. De aki eljut oda, és díjat vehet át, elismerést vehet át a világ előtt, az abszolút megerősítést érez. Így volt ez veled is? Igen. Igen. Én nagyon büszke voltam. Tehát én fantasztikus élmény, amikor az Erzsébet király a 60. évfordulója, tehát a 60. évforduló uralkodásának az évfordulóján vehettem át a mesteri címet. Nemzetközi mesteri címet. Ez egy fantasztikus dolog. És ott van mindenki, tehát, aki él és mozog. Aki igazából számít, teljesen mindenki nincs, de nagyon sok olyan volt ott, akik nagyon-nagyon sokat számítanak. Hát azért 51 nagy, nemzetközi nagymester. Ebben, ami a legfontosabb, ami a legdurvább az, hogy ugye egy kis történetet mondok el, ugye Jürg Ziegler, aki 39 dan, tehát 39 danos mester, több stílusban 10 szintes mester, Luan Shaolin Kung Fu, Wing Chun Kung Fu, illetve a saját stílusában az energia, 9 dan, tehát így sorba mehetnék végig vele, ezeket a Sammo Hapkido, ugye abban is 10 dan, és ő oda jött hozzám, amikor vége volt a bemutatónak, és akkor azt mondta, hogy szeretnék a mentorod lenni. Ez egy nagyon nagy dolog volt. Nagyszerű dolog volt. Tehát az, hogy egy olyan ember, aki a világon mindenki ismer, és ha ő azt mondja, hogy az a stílus jó, akkor az mindenhol jó. Egyértelmű. De ha ő azt mondja, hogy nem, akkor az utolsó faluban is azt fogják mondani. Értem. Itt vagyunk a jelenben, és májusban újra Londonba készülsz. Június 25-e, igen. Június 25-e lesz, hát ha sikerül. Nem tudjuk még pontosan, szeretnénk. Mindenképp nagyon nagyszerű dolog lenne. Tehát minden, én mindig azt mondom, hogy amikor ott van a kezemben, akkor jó. Akkor. Már régebben ugye volt ez a fiatalos dolog, hogy igenis, meg lesz, és nem, ha majd a kezemben van, a harmadik. Ezt most nem akarom elmondani, hogy milyen díj, mert ez az egyik legnagyobb díj. És nagyon-nagyon... Utána beszélünk. Nagyon komoly, igen. De ami a legfontosabb, hogy ugye 3
kis tanítványomat is mindenképp viszem magammal, illetve őket is felterjesztettük díjra. Úgyhogy meglátjuk, hát ez a jövő. Büszkék lehetünk rád, viszont én arra kérlek most itt a beszélgetés végén, fogalmazd meg a fiataloknak, mindazoknak, akik a harcművészetekkel mindez idáig nem foglalkoztak, egy olyan jövőképet, amelynek mentén talán elgondolkodnak, hogy így is lehet. Én annyit tudok mondani a fiataloknak, hogy ha ők úgy érzik, hogy bármilyen, bárhova szeretnének beiratkozni, vagy elmenni, akkor mindig a legfontosabb dolog legyen, a legeslegfontosabb dolog, hogy ahova elmennek, azt szeressék majd. És mindig szeretettel dolgozzanak. Tehát soha ne kényszerből dolgozzanak, hanem mindig szeretet legyen bennük. Pont azért, mert ugye annyit tudok még mondani, hogy ott van Drótleff Zoltán, aki ugye 14 könyvet adott már ki, többszörös díjas, magyar díjas, Jászai Mari díjas, és ő verset írt rólam. És a 15. könyvében megjelenek a versében. Úgyhogy a gyerekeknek annyit tudok mondani, hogy egyszer az álom eljön, de amikor ott vannak, akkor nagyon sok munkát kell tenni érte, nagyon sokat kell dolgozni érte, és próbáljanak őszinték lenni mindig, úgy, ahogy a mesterük, a tanítójuk. Mert az őszinteség és a szeretet az vele járó dolog, avval, hogy ők a legjobbak lehessenek. Történjék így. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm önöknek is a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!